Sziasztok! Január végén én is arról számolhattam be a videóban, hogy Callum Styles egyre jobb formában van. Ugye mind a Middlesbrough elleni verességnél, mint pedig a Cardiff 1 0 legyőzésénél végig a pályán volt és jól is játszott. Azonban valamikor utána az egyik edzésen kezdte érezni azt, hogy, hogy a combizma nincsen rendben, és hát sajnos úgy tűnik, hogy az alapos orvosi vizsgálatok azt a diagnózist hozták, hogy nagyjából április elejéig, tehát három hónapig a sérüléstől számított három hónapig nem tud pályára lépni. Ez nem csak azért, azért kemény dolog, mert a saját csapata, ugye a Millwall az a feljutásért küzd, és a playoff helyeket azokat, azokat el kell érnie nyilvánvalóan. Nem egy rossz csapat egyébként, és nagyon jól össze van rakva, Sebrenkálom Stiles-nak abszolút stabil helye van, hanem arról is szó van, hogy a magyar válogatottban is számítunk az ő előttől duzzadó és kitartó játékára, mert ez a kettő, ami az ő játékát mindig is jellemezte, nem ismer elveszett labdát, és ez, ez önmagában is nagyon segíti, nagyon erősíti a csapatot. Ugye? csak az adatok kedvéért mondom el nektek, ugye, hogy, hogy március 23-án fogunk az észtek ellen játszani egy barátságos mérkőzést. Erre azért van szükség, mert a mi csoportunk egy fővel kisebb, mint számos más csoport ugye az EB, EB és ö, csoportküzdelmekben, és ezért nekünk ez egy lyukas napunk. És arra kell ugye egy barátságos mérkőzést szervezni az UEFA szabályai szerint, de ez jól is jön a magyar csapatnak, mert egy kicsit összeállunk, hogy aztán négy nap elteltével Bulgária ellen itthon kezdjük meg az Európa bajnoki sejtőzősorozatot. Őszintén mondom, hogy Bulgária jelenleg nincs a legjobb foci formában, ugye hát fényévekre van attól, amit a Lecskovék meg a Stolcskovék idején elértek a bulgárok, hála Istennek, azt kell, hogy mondjam nektek, és ennek megfelelően azért a, a Callum nélkül is be kell húzni ezt a mérkőzést, sőt azt meg merem kockáztatni, hogy, hogy nagyobb veszteség lenne mondjuk a csatásorból, valakinek a kidőlése, mint Callum a a nélkülözése. Callum majd a Montenegró elleni mérkőzésen idegenben, ami ugye június 17-én lesz, a Litvánok elleni idehaza zajló mérkőzésen, ott talán egy kicsit kevésbé, de azért ott is lenne szükség, és leginkább majd szeptemberben, ugye a szerbek ellen idegenben vívott mérkőzésre lesz szükségünk, tehát addig még remélhetőleg százszor meggyógyul, és egyszer sem sérül meg. Ezt a, ezt a meccset a bulgárok ellen a Nagy Ádámmal, Kerkez Mirossal, ha addigra meggyógyul a séferandrissal, Andrissal, ugye simán le kell, és le is lehet hozni, azt gondolom. Tehát ezzel nem lehet problémánk, és nyilvánvalóan Rosszi fejében, hogyha mondjuk séferandris Andriss nem gyógyul fel, már ott van az a lehetséges alternatíva, aki, aki a hátvédeket segítő, bontó, és időnként, ha van még energiás erő, akkor előre is törő középpályás ilyen az, ami ugye Styles is, meg ilyen az, ami Schaefer is, mert hát tudjuk, hogy a legoptimálisabb helyzet az, amikor adott esetben mind a kettő egyszerre a pályán van, de hát ez ugye azért elég ritkán történik meg. Nagyon erős, nagyon intenzív a mai labdarúgás, nagyon sok meccset játszanak, és, és ezt nem mindenkinek bírja az izomzata sajnos, akár mennyire fiatal, úgyhogy ez is benne van ebben a sérülésben. Nekem az az érzésem, hogy ez egy fáradásos típusú izomsérülés, hát majd meglátjuk persze, hogy, hogy ebből hogy jön ki, mikor jön ki, és hogyan lesz majd játékra alkalmas. No, nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, szurkoljunk mindannyian azért annak, hogy Styles minél hamarabb visszatérjen. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett, kérek iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban tetszett, akkor arra kérlek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt, tehát a számlaszámon, vagy nyomd meg a szuper köszönet gombot, ez olyan, mint egy kávéra hívnál meg. Hajrá Magyarország, hajrá Magyar Labdarúgás, a jó Isten áldjon meg mindenkit!